egy templom, ami volt erődítmény, családi birtok, szerzetes rendek központja, és egy templom, ami a 800 éve alatt leégett, földrengés döntötte romba, átalakították, sőt, még a köveinek a jó részét is széthorták. Az iskolában azt tanultuk, hogy a Jáki és a Lébényi mellett a zsámbéki romtemplom az egyik legszebb magyarországi középkori műemlék. Romjaiban is uralkodik a tájon. Az egykori premontrei rend monostor templom egy olyan középkori templom, amit már nem a király, hanem egy megerősödött főúri család alapított. Zsámbékon nevezetesen francia származásúak, Egyed és Marag komesek valamikor a 13. században, egy olyan templom helyére, egy olyan egyhajós templom helyére egyébként, ami itt már az 1050-es években biztosan áll. Harmadik Béla király felesége Capé, vagy másiben franciaországi Margit kíséretével érkezett, azaz Einár lovag, akinek a király zsámbékot adományozta, és ennek a francia családnak a leszármazottai építették ide 1220 körül. A késő román gótikus templomot keresztelő Szent János tiszteletére szentelték fel. Háromhajós és bazilika elrendezésű, azaz a főhajó magasabb az oldalhajóknál. Nyugati homlokzatán a két hatalmas négyzetes torony még román kiképzésű, de közöttük a rózsaablak és a torony megmaradt kősisakja már gótikus, ahogy a főhajó ötszögű szentélye, a mellékhajók félköríves szentélyei viszont maradtak románkoriak. Ehhez északról a premontrei, egyébként szintén francia alapítású rend, monostora, kolostor épülete kapcsolódott, ami nagyjából a tatárjárás körüli utáni évtizedekben épülhetett. Nem maradt volna semmi a romokból, ha Rómer Flóris, a magyar régészet atya, amúgy akadémikus, bencés tanár és nagyváradi nagyprépos kanonok is, továbbá az építész, műtörténész Hansmann Imre nem hívják fel a figyelmet a hazai műemlék megmentésére. Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter 1889-ben Möller István építészmérnököt bízta meg az állagmegóvási munkákkal, aki a korszellemmel ellentétesen nem átépítette, feldíszítette a zsámbéki templomromot, hanem valóban restaurálta, azaz nem rontotta el az eredetit valami újjal, hanem tényleg csak az állagvédelmi biztosította. Möller tervei alapján restaurálták egyébként az egri minaretet is, sőt 1923-ban éppen a zsámbéki templomot előképpen követve tervezte meg a ma is álló Lehel téri templomot. A kolostor a 15. században először leégett, aztán 200 év után a premontreiek gyengültek meg annyira, hogy Mátyás király pápai engedéllyel a pálosoknak adta át a templomot és a monostort. A pálosok idején jöttek a késő gótikus bővítések, és később a törökök. Buda 1541-es elfoglalása után a zsámbéki pálosok is elmenekültek a kolostorukból, és a törökök ezt később erődítménnyé alakították át. 1689-ben a zsámbék a Zicsi család tulajdonába került, és vele a templom is, de a 18. század közepén jött egy földrengés. Az 1763-as komáromi centrumú földrengés a legnagyobb földmozgás volt a mai Magyarország területén, erőssége a Richter-skála szerint 6,3-as volt. A rengésnek Komáromban 63 halálos áldozata volt, Komárom épületeinek az egyharmada elpusztult, és a rengés hatása Zsámbékra is elért, de a templom úgy omlott részben le, hogy közben feltárta a szerkezetét. Leomlott az északi mellékhajó boltozata és oldalfala, az északnyugati torony eredeti toronysisakja is elpusztult, ez később egy bádog védőtetővel pótolták, így jóval alacsonyabb a délkeleti toronynál, aminek még megvan az eredeti sisakja. A zsámbéki templom azért is különleges és különlegesen érdekes, mert nem csak az építésének a korszakai láthatók rajta, hanem a műemlékvédelmeinek a különböző korszakai is. Tehát láthatjuk például azt, hogy ott fémmel erősítik meg a kapu fölötti részt, téglakiegészítések vannak, a bejáratnál beton,
és ha jól sejtem, ezen a déli oldalon egy tégla kiegészítés, ez pedig egészen friss. A róm sokáig gazdátlanná vált, köveit széthordták a környékbeliek, aztán jött Rómer és Möller. Möller István mértéktartó ízléssel restauráltatta a romokat, megtartotta az épület rom jellegét, biztosította az állagát, és csak a konstrukció tisztább megjelenése érdekében alkalmazott kiegészítéseket a mellékhajók szentélyénél, illetve az ablakoknál. A zsámbéki templom, az ittenieknek az öreg templom, azóta nem csak a magyar műemlékvédelem egyik ikonikus épületévé vált, de így félig nyitottan a szerkezetét is megmutatva igazán gyönyörű. Persze azóta is eltelt már 100 év, és a 20. században olyan drámaian felgyorsult a környezetszennyezés, hogy ez újra komolyan veszélyezteti a rom templom köveit. A rom állapot vagy tető. Nyilván a rom állapot nem tartható fönn a végtelenségig, de hogyha lefednék a templomot, akkor ugyan meghosszabbodna jelentősen az élettartama, de már nem ez a rom lenne, hanem az épület újra templommá válna, és mi a zsámbékit igazán rom templomként szeretjük.